Köszöntök mindenkit, ez a Sportfórum című műsorunk. Szokásos helyszínünkről, a Király utcai Enotéka Korzóból jelentkezünk. Mai témánk a kézilabda lesz, hiszen néhány héttel ezelőtt ért véget a világbajnokság. A magyar válogatott ugye a 8. helyen zárt, és folyamatosan zajlanak ugye az országos bajnoki események, mint férfi, mint női vonalon. Mai vendégeimmel tehát a kézilabdáról fogunk beszélgetni. Nagy tisztelettel köszöntöm itt mellettem Tóth Jánost, a PTP Peac női csapatának edzőjét, illetve a PVSM ügyvezetőjét, Nagy Zsoltot, és az edzőt, Kolesár Györgyöt. Tiszteletem az uratnak, szervusztok! Kezdjük talán a világbajnoksággal. Mennyire lehetünk szerintetek elégedettek ezzel a 8. helyen? Többet vártatok? Ez a realitás? Hogy látjátok a magyar válogatott szereplését? Én azt gondolom, ez a realitás. Nagyon sok egyforma képességű csapat van, és 8-ba lenni, ez megfelelő mai magyar valóságnak. Zsolt? Úgy gondolom én is, hogy ugye talán az előzményeket ismerve, most a legutolsó liga értekezleten ott a szövetségi kapitány próbálta elemezni ugye ezt a helyzetet és értékelni a válogatott teljesítményét. Ő egy kicsit negatívunként azt hozta fel, hogy nagyon kevés idő volt arra, hogy a válogatott ugye összetartson vagy felkészüljön. A következő 2013-as versenyévadot ennek megfelelően már úgy alakította ki, hogy sokkal több olyan közös programot szervezzen, illetve összetartást a válogatottnak, hogy ugye sikeresebben tudjanak ugye szerepelni. De úgy gondolom, hogy a mostani erőviszonyokat, illetve a nemzetközi erőviszonyokat, válogatottakat figyelembe véve biztos, hogy ez az 1-8. Ez reális. Én is úgy látom, nem mondanám, hogy 8., tehát mert az 5-8-ig nem játszottak mérkőzéseket, és mutatja a kiegyensúlyozottságot, hogy olyan jó válogatottak például, mint a svéd, nem tudott részt venni most a VB-n. Most fél éven belül két ilyen világverseny. Az olimpiát én erősebbnek tartottam, mint ezt a VB-t. A két csapatot láttam fejlődni, hát nyilván a spanyolokat, akik megnyerték, és szerintem az olimpia óta fejlődött a horvát válogatott is ezekkel a fiatal emberekkel. A franciák úgy néz ki, hogy kiöregedtek, és nüanszokon múlik, tényleg nüanszokon múlik. Na most a Magyarországon a merítési lehetőség a kapitány szerint sokkal kisebb, mint esetleg Németországban, vagy Spanyolországban, vagy más országokban. Nem tudom, mert Szlovénia kisebb állam, kevesebb csapattal, mint mi. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, de egy biztos, hogy a világ élvonalában vagyunk, és nem tudom, hogy még azt hiszem nem is találták ki azt a módszert, amivel mindig egyformán jól föl lehet készíteni ezeket a válogatottakat, mert borzasztó ez a tempó. Tehát az, hogy naponta meccseket játszani, és ezen a VB-n, hogy nem kerültünk a legjobb négy közé, az nagy valószínűsége azon múlott, hogy azon a mérkőzésen egy nappal kevesebbet tudtunk pihenni. És ez már elegendő is. Tehát ez elegendő. De én úgy látom, hogy ez a nagyon dinamikusan fejlődő sportágban, mert azért látok mindig új dolgokat, és egyre nagyobb a taktikai harc, egyre nagyobb az iram, és hát nyilván, hogy a motivációs tényezőknél az öröm látni, hogy mind a magyarok, mind minden csapat, tehát úgy áll hozzá, hogy azzal szinte már nem is kell foglalkozni az edzőnek, és a pszichológiai tényezők azok, amelyek döntenek. Tehát azt gondolom, hogy sok egyforma képességű csapat van, és amelyik lelkileg erősebb, az nyer. És hogy most már pécsi érdekeltsége is van, úgy néz ki a válogatottal kapcsolatban, hiszen az egyik pécsi játékos meg kihívót kapott a keretbe. Így van. Nagyon régen volt ugye a felnőtt válogatott kerettag játékos a Pécsnek, és ugye most a válogatott tematikája az lesz, hogy posztonként tartanak ugye válogatott képzést, tehát egyéni képzést, és erre az egyéni képzésre kapott meghívást most Szőlősi Bence, ugye, aki a csapatnak az irányító átlövője. Tényleg nagy öröm, hogy ők meghívták, de azt is hozzá kell tenni, hogy ugye Bence vezeti az NB1-es góllövő listát, és ebben a szezonban tényleg meghatározó és kiemelkedő teljesítményt nyújt, úgyhogy én úgy gondolom, nem véletlen, hogy meghívták őt a válogatottba, és én biztos vagyok benne, hogy ott is jól fog majd szerepelni, hogyha esetleg később meghívást kap.
Miért értékeled a játékosod teljesítményét? Tényleg kiemelkedőt nyújt hétre? Jónak értékelem. Hát a Bence nem tartozik a legfiatalabb játékosok közé, nem is idős, 26 éves. És ez nagyon érdekes a sportban, hogy mikor találja meg a helyét egy játékos. Ezt megelőzően ugye már játszott Tatabányán, évekig Füreden, ott is élt, és nem tudott ilyen eredményes lenni, vagy talán nem is látták meg benne ezt a benne rejlő tehetséget, vagy lehetőségeket. Úgy látszik, hogy ez a millió, ez nagyon jót tesz neki, és itt tudja igazán kiélni magát, itt tudja megmutatni azt a tényleg ezt a tehetséget, ami benne van, és hát hozzá kell tennem, hogy a Bence mindezt az orvosi egyetem mellett csinálja, ami talán még hátráltatja is a még jobb kibontakozás érdekében. Én szurkolok neki, hogy továbbra is szem előtt legyen a válogatottnál. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. A képességei alapján én úgy gondolom, hogy ott lenne helye. Innen is sok sikert kívánunk Szőrösi Bencének. Jóság női fronton hasonló sikerekről, jó hírekről, ha jól tudom, nem nagyon tudsz beszámolni. Nem igazán. Az igazság, hogy nagyon szűkös a lehetőségünk. Kevés emberrel dolgozunk. Ez az egész vertikumra értendő. Sajnálatos módon nem jutunk egyről kettőre. Abba a kérdésbe, hogy több edzőt kéne beállítani a vonalra, mert addig, amíg nincs edző, addig nem várható, hogy változzanak a dolgok, amíg a piramis alja nagyon keskeny, addig ingatag a mű. És eddig, hogy álltok a bajnokságban, hogy sikerül eddig a szezon? Most két forduló ment el a tavaszi szezonból, egyszer idegenbe kikaptunk, itthon pedig győztünk, de úgy gondolom, hogy botorság lenne most abban reménykedni, hogy innentől kezdve változik a kép. Nem is a jelen miatt, inkább a jövő miatt van aggodalom a hangomban. Igen, azért beszélünk egy picit a múltról is, nem biztos, hogy minden kedves néző tisztában van vele, hogy nagy változásokon ment. Tehát ugye a csapat még a nyár folyamán rengeteg igen, távoztak ugye a csapatból, és mint ahogy mondtad, nagyon kevesen maradtak, és kevesen is vagytok jelenleg. Ez is okozza azt, hogy jelenleg itt tart a csapat. Tulajdonképpen elment az egész csapat. Így a helyesebb, mint hogy sokan távoztak, az egész csapat egy az egybe elment. A tavalyi csapatból senki nem szerepel. Ifista, serdülő, junior játékosokkal játszunk, illetőleg periférián lévő volt játékosaimmal próbáltuk a gyerekeket megerősíteni, talán sikerrel, de Pécs város, a Pécs közönsége máshoz szokott, és mást is érdemelne. Jóság a fiúknál, bajnokságban küzdenek ugye a srácok. Igen. Több-kevesebb sikerrel. Több-kevesebb sikerrel. Azt gondolom, hogy voltak olyan mérkőzéseink, amikor nem várt győzelmeket arattunk, és talán volt olyan mérkőzés is, amit illet volna megnyerni, de majd a végén összegzünk, nyilvánvaló. Én úgy gondolom, hogy a pontszám, tehát a pontjaink számával elégedett lehetnék. Tehát előzetesen lehet, hogy azt mondom, hogy ez a realitás, de most már látom, és hozzá kell tennem, hogy a bajnokság folyamatosan fejlődik. Tehát a két csúcscsapat mögötti réteg, ami most jelen esetben 9 csapatot jelent még, tehát ott csökkent a különbség. Jelentősen csökkent a különbség 2 évvel ezelőtthöz képest, de még a tavalyi évhez képest is mondhatnám, hogy tehát óriási a harc, és ez egyrészt jó, tehát hogy sikerült felzárkóznunk, másrészt viszont aggodalomra adhat okot, hogyha nem úgy alakulnak az eredmények, akkor esetleg nem sikerül elérni azt a célt, hogy a biztosan bennmaradjunk. Tehát nem azt mondanám, hogy fenyeget bennünket a kiesés veszélye, mert erről szó sincs, csak stabilabb középcsapatot szeretnénk, és jövőre aztán még feljebb lépni. Egy átfogó kérdéssel menjünk tovább, hogyan látjátok ebben a városban a kézilabda sport helyzetét.
Tudjuk, hogy nem népszerű sportról van szó. Ugye mondhatjuk, hogy a válogatott is sikeres ebben a sportágban. Hogyan látjátok jelenleg ennek a sportának a jelenlegi helyzetét itt Pécset, Zsolt? Én azt gondolom, hogy egy picit nagyobb presztízst érdemelne, tehát valóban egy olyan játékról van szó, amit tényleg itt világszínvonalon játszanak, és azt gondolom, hogy nagyobb figyelmet, illetve nagyobb szurkolói közönséget érdemelne, mert tényleg ezek a játékosok, akik nap mint nap ugye kimennek, vagy hétvégén kimennek a bajnoki mérkőzésen a pályára, gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a magyar bajnokság a világ talán 4-5 legkomolyabb bajnokságai közé tartozik, és olyan világsztárok ellen lépnek pályára, akik tényleg világbajnokságon vagy olimpián szerepelnek. Egy picit ilyen szempontból szomorú vagyok, mert valóban kevés olyan szurkolónk van, vagy olyan szurkoló látogat ki ugye a mérkőzéseinkre, aki ugye ennek a sportnak az értékét, tehát ezt az értékét ugye látja vagy érzi. Lányokról nem is beszélve, ugye élt már meg sokkal szebb időket is a pécsi női kézilabda csapat, mint napjainkban. Igen, az alapvető probléma az, hogy az iskolákból lekerült az étlapról a kézilabda. Sajnálatos módon senkit nem megbántva mondom azt, hogy azok a testnevelő kollégák, akik alkalmasint ezt a sportágat sportolták régen, nem csorgatnak vissza gyereket, nem adnak a gyereknek olyan sikerélményt, amiben nekik a pályafutásuk során volt részük. Csak egy példa, hogy a Diákolimpia városi döntőjében két csapat küzdött, az a kettő, aki nevezett, és ezek közül az egyik az Kozár Mislány, a másik pedig Mecsek Nádas csapata volt. Pécsi iskola nem vett részt a küzdelmeken, és ez valahol sajnos mindent elmond. Ez elég lehangoló információ. Gyuri, mit szólsz? Én bízom benne, hogy azért sikerül magyar renoménkat visszaszerezni. Én gondoltam, vagy biztos vagyok benne, hogy ez nagyon-nagyon nehezen fog menni. Tehát ugye nem csak a mi sportágunk, más sportágakat is érint. Tehát én szeretek a labdarúgással példálózni, mert Magyarországon ugye a labdarúgás az első számú sportág, és ők is rengeteg nézőt vesztettek. Tehát valami történt, tehát ez ilyen társadalmi probléma, nem vagyok szociológus, nem tudom megoldani ezt, hogy ennyire elpártoltak az emberek a sporttól, és egy kicsit háttérbe szorult ez a fajta szórakozás, kikapcsolódás. Nem hibáztatom érte az embereket. Tehát nem hibáztatom, nekünk kell minél többet tenni azért edzőknek, játékosoknak, csapatoknak, hogy sikerüljön visszacsalogatni. Nyilván nagyon-nagyon jó eredményekkel sikerülne visszacsalogatni. Halvány reménysugár van. Tehát a serdülő csapatunk is az ország legjobb 8 csapata között van. A junior csapatunk a legjobb 8-ba bejutott a kupába, tehát valami elindult, és remélem, hogy a felnőtt is ott fog végezni, és előbb-utóbb az emberek respektálni fogják ezeket az eredményeket, de nem szabad türelmetlennek lenni, és én úgy gondolom, hogy a másik dolog az, hogy a női kosárlabdán keresztül hozzászoktatták az embereket a sikerhez, ők is elvesztették a nézőiket, tehát nincs siker, nincs néző. Tehát nem mennek az emberek. Az emberek, akik egyébként is nagyon sokféleképpen sérültek, nem szeretnek veszteseket látni. Győztes mellé szeretne csatlakozni. Nekünk azon kell dolgozni, hogy ez így legyen, és akkor majd jönnek. Én így látom. Igen, visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy Zsolt, hogyan látod, hogy hogyan lesz ebből kiút? Úgy például, hogy nagyon kevés fiatal van, aki akár az iskolákban űzi ezt a sportágat. Hát nem egyszerű dolog ez, és én úgy gondolom, hogy ez egy hosszú folyamatnak ugye az a hozadéka, hogy ugye így alakult ez a kézilabda. Azt tudom mondani, mint a utánpótlás szakág vezető, hogy ugye minden évben van egy ilyen évértékelés évvégén, ahol összegezzük az eredményeket, és
A tavalyi évhez képest ugye idén úgy sikerült összegezni a 2012-es évet, hogy mindegyik szinten sikerült az utánpótlás csapatainak előrébb lépni. Tehát azokat az eredményeket, amit 2011-ben elértek, ahhoz képest mindegyik csapat előrébb lépett, ez mindenképpen bizakodásra adhat okot, és nem is lehet igaziból másképp gondolkodni, csak pozitívan ugye ebbe az irányba, hogy csak előre, és mindenképpen pozitívan építkezni, és bízni abban, hogy egyre töretlenebbül fogja ugye visszaszerezni a kézilabda azt a presztízst, amit gyakorlatilag itt az elmúlt évek alatt egy picit elvesztett. Ez csak erre a városra jellemző egyébként, vagy mi a többi városban a helyzet kézilabda fronton? János, hogy látod így a többi csapat helyzetét hasonlóan a tiétekhez, vagy valahol? Ez nagyon változó, ez gazdaságfüggő. Azt gondolom a régi időkben, amikor még nem ennyire a pénzről szólt a helyzet, akkor mondjuk volt egy Csorna NB1-be, Gyuri még nyilván emlékszik rá, Nagy Marianna, ami világsztárokat adott, válogatottakat, Nagy Marian, Csajbókné. Aztán volt egy Nagy Kanizsa, ami ma megyei szinten vegetál, ahonnan egy Németh Helga, egy Mátyás, egy Siti Bea és a Siti Eszter kikerült, sehol nincs. Egy Csurgó, ahonnan Balogh Beák, Simics Juditok kerültek, és sehol nincs. Jönnek fel új helyek, például most az előző fordulóban ellenfelünk Budaörs, aki nagyon jó anyagi kondíciókkal rendelkezik. Hát a mai újságot meg kell nézni. A dobogóért küzdő Vácnak problémája van a párizsi kupa mérkőzésével. Tehát ez állandóan változó, mozgásba lévő valami. Nekünk egy 150 ezeres várossal a hátunk mögött nem kéne megelégedni ezzel, ami van, hanem többet kéne tenni érte. A férfi kézilabdában, az NB1-ben többi csapat, hogy most ne vegyük ide a nagy ágyukat, ugye a Veszprémet, vagy a Szegedet, többiek hogy állnak? Ha jól tudom, akkor így a középmezőnyben eléggé kiegyenlítettek a csapatok, már ami a költségvetést illeti és a lehetőségeket. Hát nem tudom, én nem tudok mások zsebébe turkálni, meg nincsenek is pontos számadatok a birtokomba. Az átigazolásokból lehet látni, meg ugye verbálisan beszélnek pénzekről. Az a helyzet, hogy viszont teltházak vannak. Tehát akár Csurgón, akár Cegléden, akár Orosházán, akár Gyöngyösön. Tehát ami klasszikusan, mit tudom, 10 évvel ezelőtt nem volt Gyöngyösön kézilabda, vagy csak egész alacsony szint, és jól mondja az Oleg, hogy ez gazdaságfüggő. Tehát én dolgoztam olyan helyen, például Kiskörös, ahol most talán NB2-es csapat van, ott gondolt egyet egy vállalkozó, csinált ott egy NB1-es csapatot, negyedikek lettünk a bajnokságba, a kupadöntőt játszottunk, elindultuk az Európa kupába, de amire az Európa kupába kellett játszani, ugye az a következő év, addigra teljes csapatot eladta, mert ugye csődbe ment a dolga is, hát csődbe ment a kézilabda is. Tehát nagyon óvatosan kell most bánni ezekkel a dolgokkal. Vannak új helyek, ugye Balatonfüred, ami tényleg hagyományosan nem volt egy kézilabda bázis, és vannak olyan bázisok, amelyek teljesen eltűnnek. Például Debrecenben ugye még bajnokcsapat is volt kézilabdában, Szolnokon nagyszerű munka folyt. Nem tudom, tehát mindenki helyezkedik, keresi a helyét. Én annak örülök, hogy Pécset egyelőre még van férfi kézilabda, és remélem sokáig lesz. Akkor most hogyan tekintsünk előre? Pozitívan? Vagy azért tartani kell a jövőt? Melyik tábort erősíted, Zsolt? Én csak pozitívan mindenképpen. Nem is gondolok arra, hogy itt ugye ilyen szempontból problémák lehetnek. Hát azon dolgozunk, ugye, hogy a férfi kézilabda akár utánpótlás, természetesen a női, tehát úgymond a férfi-női kézilabda utánpótlás, illetve felnőtt szinten ugye újra stabilábbakon álljon és tudjon építkezni, és valóban én úgy gondolom, hogy ez egy lassú folyamat. Tehát lehetne hirtelen itt nagyon nagy ugye, anyagi injekcióval mind a két szakosztályt ugye úgy mondom életre kelteni, és komoly eredményeket érni el mind a két első osztályi bajnokságban. De egyelőre, hogy a mostani klubok helyzetét, tehát most, hogyha arra kérdésedre visszatérve, hogy
ugye a férfi NB1-es mezőnyben a többi klub, illetve a hatodik helyezettől ugye lefelé milyen anyagi bázissal rendelkeznek. Én azt gondolom, hogy amennyire az ismereteim jók, szerintem ők erősebbek, mint mi vagyunk. Mi inkább igaziból, tehát ezzel a szakmai munkával próbáljuk ugye megerősíteni, ugye úgymond a férfi kézilabdának a helyzetét, mert azt gondolom, hogy most hirtelen nagy anyagi javulást nem fogunk tudni elérni. De mindenképpen pozitívan gondolom azt, hogy a kézilabda helyzete anyagilag stabil. Előre tudunk tekinteni, úgy, mint ahogy az előző évhez képest az idejében is úgy gondolom, hogy tudunk már egy picit előrelépni. A következőben úgy gondolom, hogy még jobban tudunk egy picit előre tekinteni, és talán azt gondolom, hogy az következő év az már egy plusz stabilitás lesz. Igen, most mennyire vagy belülátó jövőt illetően? 2 érzések kavarognak bennem. A fiatalabb gyerekekkel bejutottunk az Országos Ifi Kupa 8-as döntőbe, tehát vannak mögöttünk NB1-es szakosztályok is, illetőleg az NB1-be a felnőtt bajnokságban játszó gyerekek nyilván kicsit combosodnak majd, de még egyszer nem is a jelen aggaszt, hanem a létszám miatt a jövőt látom egy kicsit szkeptikusabb, mint itt a főnök. Hát reméljük, hogy majd megoldódnak ezek a dolgok is, és tényleg pozitív irányba indul majd el a pécsi kézilabda élet. Köszönöm szépen a beszélgetést, és tényleg sok sikert kívánok mind a fiúknak, mind a lányoknak. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Kedves nézők, is köszönjük a figyelmet. Ennyi volt már a Sportforum. Tartsanak velünk legközelebb is, addig is minden jót, viszontlátásra.